Visszavonta Kasmír különleges autonóm státuszát az indiai kormány. Az új Delhi parlamentben Amit Shah miniszterelnök jelentette be a tartomány átszervezéséről szóló határozatot. Az ellenzék és a kasmíri pártok heves tiltakozással reagáltak, szakértők szerint pedig a döntés alkotmányellenes. Több városban kijárási és gyülekezési tilalmat vezettek be, utcárakat helyeztek el, valamint blokkolták az internet és mobil hálózatok működését is. Éjjel nagy felfordulás volt, leállt az internet, és nem tudtuk értesíteni a családjainkat sem a történtekről. Most már biztos nagyon aggódnak, mondja ez a turista. Az indiai hatóságok több kasmíri vezető politikust is házi őrizet alá helyeztek. A muszlim többségű tartomány két korábbi vezetője a Twitteren tájékoztatott az intézkedésekről, és a nemzetközi közvélemény segítségét kérték. Hétvégén több ezer indiai katonát vezényeltek a vitatott hovatartozású tartományba. A napokban tartják az egyik helyi szentély ünnepét, az erre érkező zarándokokat és a turistákat a régió azonnali elhagyására szólították fel.